kis türelmeteket kérjük be, mert Tamás Gáspár Miklós szeretnénk felköszönteni, illetve díjazni, még nincs itt. De biztosan jönni fog. Ebben nincs kétség. Megjött Tamás Gáspár Miklós! Szeretettel üdvözlünk téged! Fázom, de az annyi kell. Én nekem egy jól csinálom. Gazi, ugye nem akarsz leülni? Arra számítottam, hogy ide jössz, és majd beszélni is fog. Kedves barátaim, nézzetek körbe egymásra. Mi ránk úgy néz most Magyarország, hogy itt vannak a kommunisták. Sikerült ezt a szót valami nagyon pejoratív szóvá változtatni ebben az országban. Kevesen vagyunk, akik azt szeretnénk mondani, hogy ez a szó nem negatív tartalma. És ebben nem a kádári rendszerre utalunk, és nem az 56-os megtorlásra utalunk, és nem a Rákosi rendszerre utalunk, hanem arra az elvre, hogy az emberek legyenek szabadok és egyenlőek. Az elvre, amelyikért olyan sok ember között Ságvári Endre is életét áldozta. Ma, amikor Ságvári Endre neve tabu, a kormány tabuja, leveszi mindenhonnan, ahol ki van írva. Velük szemben, igenis ki kell mondani, hogy a pártitkár fiú, a kisztitkár fiúval szemben képviseljük azt, hogy a magyar nyelv egységes. És hogyha hős szót mondunk, akkor hőst értünk alatta, és nem mást értünk alatta. Úgyhogy ennek következtében nem mi vagyunk a szélén ennek az országnak, hanem mi képviseljük a magyar nyelv egységét, hogy a szavakon ugyanazt értse 10 millió magyar állampolgár. Azt képviseljük, hogy az értékeink legyenek közösek. A hős ugyanis egy pozitív szó. Az egy értéket jelent. És az mindenkinek legyen példa, és kedvező. Olyasmi, amit büszkén mond magának, és képvisel. Ilyen Ságvári Endre emléke. Akkor, amikor mi Budapesten összejövünk 30-an, akkor gondoljunk Szegedre, ahol százszor ennyire jöttek össze. És ebben szeretném köszönteni Barok István tanár urat, aki Szegedet képviseli, a Szegedi Ságvári Gimnáziumot. És azt a mozgalmat, amit természetesen nem lehetett nem elveszteni, mert a kormány az kormány, a gimnázium meg gimnázium. A két intézmény nem azonos nagyságrendű. De maga a felvett kesztyű jelzi az erkölcsi értéket. És mondja, most ebben átadnám néked a szót. Te nyitod meg ezt a beszélgetést. Adi Endre, a percemberkék után. Otthon bolondját járja a világ. Majmos, zavaros, perces, hittelen. Nagy, súlyos álmok kifeszítve lent.
fenn zűrös, olcsó kis komédiát. Magyar Bábelnek ostoba kora, ments Atyaisten, hogy benne legyek. Engemet kötnek égbeli jegyek, s el kell, hogy jöjjön nászaink sora. Most percember kék dáridója tart, de építésre készen a kövünk. Nagyot végezni mégis mi jövünk, nagyot és szépet, emberit s magyart. Robogok honról rejtett vonaton. Ebek hazája ma, nem az enyém. S ha maradt csak egy hívőm, szent legény, még a holttestem is ellopakom. Ez a Richard, majd dallás indul át. Addig halottana vagy éberen, pihenjen a szent lászra az értelem, míg eltűnnek a mai figurák. Magyar leszek majd, hogyha akarom, ha nem sutáké lesz itt a világ, s fölcsap minden szent és igazi láng rejtekből, avagy rabatalom. Elnézést a technikai hullámosságot. István, tiéd a szó. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Amikor készültem arra, hogy mit mondjak, eszembe jutott egy idézet. Temetni jöttem Cézárt nem dicsérni, mondja Antonius, külön Cézár temetésén, Shakespeare művében. Én úgy gondolom, hogy nekem nem kell ságverjendét méltatnom, hiszen aki itt van, mindenki tudja, hogy kiről van szó. Az, hogy ma éppen 71 éve itt a helyen halt meg, az adja ennek a mai találkozónak a apropóját. És én ebben az egész dologban úgy kerültem, mint világosan védő. Én egy egyszerű testvérőtanár vagyok, egy olyan iskolában, amely 60 éve viseli a Ságvári Gimnázium nevét, a Ságvári Endre nevét, és most még nem illegalitásban van rajtam ez a tipó. De augusztus 31-e után ez már nem lesz jogos. Mert bár harcoltunk, és a harcunkat megvívtuk, a háborút elveszítettük. Csatákat nyertünk, de a háborút elveszítettük, elvettük a nevünket. De csak úgy tudták elvenni a nevünket, hogy ne kelljen Lex Ságvári, ami persze ennek a kormánynak nem kunst megcsinálni. Ezért összevonták a két Ságvári Endre gyakorlóiskolát, a gimnáziumot és a látásiskolát, ezáltal egy új intézményt hoztak létre, és akkor már elő lehetett venni azt a fixeidát, hogy akkor az már nem viselni Ságvári Endre nevét. Ez egy csel, ez egy árulás valamilyen szinten, és azért árulás, mert a jelenleg regnáló kormányban 5 olyan gyerekem van, akit én tanítottam, és most állatok várjuk. És nem tudtam őket meggyőzni, hogy segítsenek, hogy maradhasson a nevünk. Ez az igazi fájdalmam, azon túl, hogy 60 évnyi fiatalnak vették el a fiatalosságot. És ami az igazi, hogy nem tudják, vagy nem akarják érteni, szerintem az utóbbi az igaz, hogy mit vettek el. Ugyanis nézze, akkor 60 év alatt, amiből én 37-et töltök ebben az intézetben, és még másfél éven van, sajnos most már a névvel gyakorlóban. Az alatt mi felépítettünk valamit, amit csak úgy nevezünk, hogy ságvárizmus. Ez a ságvárizmus a következőket jelenti. Odafigyelés egymás. Egymás tisztelete. Egymás segítése. Az iskolához való kötődés. Az iskola hírét messzire vinni. Én azt hiszem, hogy én ezt most leteszem itt, mert testvér tanárként van olyan hangom, hogy önök hallják ezt.
Mert én azt mondtam annak idején, amikor először kimentem Szeged az Adi téren, ami már most nincs, mert a tiket építették oda, hogyha egy testetanár belép egy sporttelepre, és elbődül, és a túloldali gombon a kukac nem kap hajlászkodást, akkor nem ülöbben. Tehát akkor én így beszélnék tovább, gondolom lehet hallani. Majd, hogyha nagyobb busz jön, akkor elhallgatom. No tehát, felépítettünk valamit, ami tulajdonképpen Ságvári Endre neve alatt jött létre. De, és itt elnézést kérek, mert lehet, hogy ez a hang egy kicsit eltér attól, amit szoktak. Ha megkérdeznek ma Szegeden őket, hogy hova jársz kisfiam, vagy hova jártál kisfiam, akkor azt fogja mondani, hogy a Ságváriba. Nem azt fogja mondani, hogy Ságváriát meggyakorlott gimnáziumba, azt mondja a Ságváriba. Ez a kettőt persze nem lehet külön venni. Mi Ságvári Endrétől lettünk ilyen, amilyenek lettünk. Mi 89 előtt sem vertük a gyerek fejébe, hogy márpedig neked muszáj mindent tudni Ságvári Endréről, de aki tudni akart, azt hozzásegítettük a tudáshoz. És az elmúlt 25 évben már megtanultuk azt, hogy küzdenünk kell a nevünkért. Először 90-ben támadtak meg bennünket. Aztán 94-ben, de keményen. 90-ben szerencsére az akkor igazgatóm nagyon-nagyon ügyesen írt egy levelet Göncárpának. És állásfoglalást kért tőle. És Vásárhelyi Miklós és Gönc Árpád írt nekünk egy levelet, hogy antifasiszta ellenálló, legyünk büszkék Ságvári Endrére. Mi büszkék is vagyunk, a mai napunk is. És ha valaki jött és támadott bennünket, akkor elővettük a köztársasági elnök úr levelét és megmutattuk. Hát, hogy miket mondtak, azt nem idézném, de hát, hogy mondjam, nem mi voltunk Szeged legkedvesebbjei ezeknél az embereknél. És aztán az utóbbi időben nagyon-nagyon felgyorsultak az események, viszont a hatalom mindig slampos egy kicsit. Amikor hozták azt a rendeletet, hogy Ságvári nevét sem utca, sem tér, sem közintézmény nem viselheti, nekünk volt egy Bencsváron. Mi nem vagyunk önkormányzatiskola. Mi az egyetem gyakorló gimnázium vagyunk. És erre egészen most 2015-ig nem jöttek rá. Hát mindig megkérdezték, hogy mit csinálunk, mi a fennálló törvények szerint járunk el. De tudtuk, hogy megvan a kiskapu. Tudtuk, hogy ezt be fogják előttük zárni. De akkor az már fájjon, akkor az már legyen legsárvai, akkor ott már kiabálni kell. És amikor február 20-án a helyi újság lehozta azt, hogy most már biztosan elveszik a nevünket, akkor én, aki legrégebb óta tanítok abban az iskolában, és talán nem nagy képviség, de leginkább táplálom a gyermekeimben, éppen a szakom miatt a Ságvári születőérzését. Én akkor rosszul lettem, és este kiírtam magamból a fájdalmat. És kiraktam erre az új közösségi portára, amit Facebooknak neveznek, és elkövettem egy hibát. Nem tudtam azt, hogy ezt nem védi semmiféle szerzői jog. És ez az írásom körülbelül 20-24 óra alatt eljutott több tízezer emberhez. Eljutott Magyarország gyakorlatilag összes médiájához. Médiumához, bocsánat. És kaptam ugyan egy-két negatív levelet, egy-két negatív beszólást, de körülbelül a hozzám érkező impulzusok 95-96%-a csak pozitív. Hogy más ne mondjak, az a kislány, akit megneveztem ebben az írásomban, az aznap este egy bocsánatkérő SMS-t küldött, éppen a bátyánál kint volt Svájcban. Mai napig megvan a telefonja. És visszahívtam, és megbeszéltük, hogy majd ha hazajön, akkor folytatjuk a beszélgetést. Már nem folytattuk, utána már jött a letoronguló államtitkári levél. Tehát az ember szelet vett, akkor mi volt arra. De mégis azt mondom, hogy bár a harcunk elveszett, de azt az érzést, hogy ömlő eső után több mint 1500 ember kezében fáklyával egy ügyér kiállva végigvonul Szegeden, úgy, hogy Szegednek rajtunk kívül semmi köze nincs Ságvári Endrének. Ságvári Endrének nincsenek szegedi gyökerei.
nincs szegedi ötödés. Csak mi vagyunk. Az a gimnázium, aki most még augusztus 31-ig képviselőt. És ami nagyon fontos volt, hogy politika mentesen akartok megcsinálni. És én akkor azt mondtam, hogy csendbe kell, fenséges csendben. Mert ez a csend nagyon messzire hallatszik. És tényleg nagyon messzire hallatszott az a csend, amivel fenségesen végigvonult a város. Egyébként megjegyzem, két polgármester, egy aktív, egy volt polgármester ott volt velünk, több régebbi egyetemi rektor ott vonult velünk, az éppen aktuális nem. De aki Szegeden számít, és nem elvakultan jobb oldali, vagy igazából nem is tudnám megmondani ennek az oldalnak a megnevezését, az ott volt velünk. Annak fontos volt, hogy velünk jöjjön. És igazából hangos szó csak a megyeházánál történt, amikor spontán mindenféle jelzés nélkül elkezdett kórusban ságvárizni a tömeg. És utána pedig elénekeltük a Ha én rózsa volnék kezdetű dalt, amiben minden benne van, ami a mai állapotokat nagyon jól jellemzi, majd átadtuk a kormány megbízott portásának a petíciónkat, és akkor megkérdezte tőlem az RTL Klub riportere, hogy nem degradáló számomra, hogy egy portás veszi át ezt a petíciót? Azt mondtam, nem. Mert én is portás vagyok. Az új hatalom engem besorolt P1-es kategóriába, amúgy pedagógus 1-esnek hívják, de én csak portás 1-esnek. 37 évi munkaviszonnyal, köztársasági bronz érdemkereszttel, 3 diplomával, most már egy szegedi vendégére, májusba kaptam. És úgy, hogy én szakvezető tanár vagyok. Tehát a leendő testvér tanár, én tanítom. És besoroltam portás 1-esbe, de nem baj. Azt mondtam, az is maradok. Én már úgy fogok nyugdíjba menni, én nem vagyok hajlandó portfóliót írni, nem azért, hogy musta vagyok, hanem nem engedem meg a hatalomnak, hogy szórakozom. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ennyien itt voltak, hogy itt vannak, és meghallgatták azt az üzenetet, amit a Ságvár üzen Szegedről, és van itt egy kitűző rajta. Nyilván, akik már nem láttak annyira jól, azoknak elolvasom, mi van ráírva. Ságvári ár infinitum. És mi ezt így is gondoljuk. Így kezdtük el a 60. tanévünket, ez volt a zászlónk ráírva, és csak aztán váltottuk a Zsöszfi Ságvárira, ami ugye az aktualitása a harcunknak. És én úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek a szívében, akik valaha is oda tartoztak, ez a mondás az örökké megmaradt. Hogy aztán pár év elteltével a maiak hogyan fognak emlékezni, ezt nem tudom. De a sárgárizmus működni fog. A sárgárizmus pedig arról szól, és ez az utolsó mondat, amit el szeretnék önöknek mondani. Minden évben átadjuk egy-két embernek a Ságvári emlékére. Ez a Ságvári emlékére arról szól, hogy aki messzire vitte az iskolán hírét, az kap. Az idén egyébként egy Amerikában professzor, matematika professzor gyerek fogja kapni, meg a Szegedi Orvostudományi Egyetem intézetének a volt igazgató, Dr. Pál Attila. De tavaly egy tanítványon kapta, Lázár György, az egyes sebészeti klinika professzora Szegeden. És annyit mondott, hogy miután elmondta az érzéseit erről, ennyit mondott, hogy én csak egy egyszerű sebész vagyok. De ha bármikor, bármilyen bajotok van, gyertek oda hozzám, és csak annyit mondjatok, hogy ságvaristák vagyunk. Köszönöm. Ságvaristák vagyunk, és azok is leszünk, amik jön. Köszönöm szépen. Szabad szóval elmondod? Júlia. Én? Még lelkileg nem vagyok. Lehet hallani? Igen. Hogy engedem. Szóval, amikor Donát Feri felkért, hogy szokáshoz híven én itt most mondjak verset, akkor
mindig gondban vagyok, mert az előbb említette, hogy én nálam mindig azt mondom, amit akarok, én választok. És aztán könnyűvé tette a választásomat egy nagyon kellemes szombati esemény. Talán nem ismeretlen, hogy fényes tekintetű vezérünk tusványosan mondott nagyon okosakat, és ugye a baloldaliak magyarságát is kétségbe vonta, ahogy ezt ő már szokott tenni. Úgyhogy most egy Ady Endre verssel készültem. Ősnap kelet olyannak álmodta, amilyen én vagyok. Hősnek, borúsnak, büszke szertelennek, kegyetlennek, de ki elvérzik egy gondolatot. Ősnap kelet ilyennek álmodta, merésznek, újnak, nemes, örök nagygyermeknek, naplelkűnek, szomjasnak, búsítónak, nyugtalan vitéznek. Egy szerencsétlen igaz Isten fájdalmas megpróbált remekének, napfiának, magyarnak, és az álmosaknak, piszkosaknak, korcsoknak és cifrálkodóknak, félig élőknek, habzó szájúaknak, magyarkodóknak, ködevőknek, svábokból jött magyaroknak. Én nem vagyok magyar! André Gerszor. Hát tulajdonképpen nem terveztem, de két szót azért elmondani. Nagyon jó, hogy csinket üljem be, úgyhogy a kedvéért. Tulajdonképpen most csak, mint már nem élő, bátyám Libik Gyurka képviselője és postása, hadd adjam át az ő szívből jövő üzenetét Ságvári Endrének, akivel bizonyára a pokol legsődültebb pugyrában most utcsapkozik valahol. Ugyanis az én bátyám, a Libik Gyurka, ugyanúgy, mint Ságvári Endre, fegyveres ellenálló volt, kommunista volt. Megúszta, mert volt egy motorbicikli, nem is egy, több is, és ha jött a csendőr, vagy a nyilas, vagy a gestapó, fölpattant Nortonjára, vagy Velocettjére, és elviharzott, és sose tudták utazni. Libik Gyurka azt üzeni, nem számít, hogy kommunista vagy. Nem számít, hogy milyen a politikai meggyőződése. Ha látod az öntén, fog fegyvert. Ezt üzenem. Amit ebben Zsazsinknak el fogjuk adni a nagyon is megérdemelt Libik György díjat. Libik Györgyöt most majd Kádár Zsuzsa, a legszebb lány itt ebben a társaságban fogja méltatni. Úgyhogy erről nem szólok. Csak annyit akarok mondani azoknak, akik ezt nem tudják, hogy a Libik György díj négy évvel ezelőtt alapította a Nagy Imre-társaság budapesti szervezete az én elkeseredett ellenkezésem dacára. Azért, mert ugye véletlenül engem is Libiknek hívnak, és utálom, amikor mindenki azt mondja nekem, hogy ja, te vagy a Libik Gyurka öccse? Nem, én a Libik
játszik azért, hogy nem a Libi Gyurkának sem, és nem én akartam ezt a díjat Libi Gyurkával nevezni, de véleményem szerint jó az elnevezés, ennek dacára úton a valájon. Olyanok kapják, mint ahogy ez benne is van meg a laudációban, akik bátran kiállnak, akár fegyveresen is, de a szülisségre, mindenfajta elnyomás, mindenfajta kizsákmányolás és mindenfajta valóságban. Gyurka ezt többször is megtette 44-ben, és megtette 56-ban is. Emlékeztetek benneteket arra, hogy 56, én akkor 24 éves voltam, számos kommunista mellé állt ennek a 56-os forradalomnak. Hadd említsem angyalpistát, vagy barátomat és kollégámat Csongovai Per Olafot. Nem is beszélve Nagy Imréről, Losonciról, Donát Ferencről, és még hányan voltak. Ők is úgy gondolták, hogy a zsarnokság akármilyen színű elviselhetetlen. És most akkor átadnám a szót Kádár Zsuzsának, aki egy kicsikét el fogja nektek mondani, hogy ki is volt Libi György. Róla, mert egy jelen idejű ember volt. Az illegalitásban, a baráti körben Liba, Gyurka, Gyuri, a hivatalosságok között György. Sármos, okos, tiszta szemű és ember rovarából. Embermentő, a svédek, Peranger és Wallenberg tettestársa, segítője, sofőrje, mindenese. Egy igazi budai ünnepi józsadomról, vagányságért nem kellett a szomszédokról. Hivatása mellett a sport volt az élete. Alpesi síversenyző volt, nagyon jó síelt, két olimpián is indult a magyar válogatott csapatában. És motorversenyző, és még 80 pluszoson is halált megvetően furikázott Budapest utcáin. Hát én már csak tudom, mert többször volt szerencsém az anyósülésen asszisztálni egy-egy versenytempós útjához. A Libik György 1943-ban lépett be a kommunista pártba, ellenálló lesz belőle. Egy akciójáról is tudok, amit öccse mesélt el róla, a Gellért szálló előtt egy német légelhárító ágyúállást robbantottak fel. Okleveles gépészmérnök, 45 után főmérnöke a közlekedési minisztériumnak, részt vesz az újjáépítésben, hídépítésben. Később a Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának vezetője. Társadalmi munkában megalapítja a hosszú nevű Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Automatizálási és Repüléstudományi Tudományos Egyesületét és a Műszaki Tudományos Bizottságát, amelynek elnöke lesz. Röviden átadom a szót a 13 évvel fiatalabb öccsének, Andrénak, de nem ténylegesen, csak idézlek. A bátyám akkor Vas Zoltánnal dolgozott, majd Gerő Ernő titkára lett. Gerő akkor közlekedési miniszter volt és sok nyelvet beszélt, de a bátyám még többet. A vasúti mozdonyokat vagy a németek, vagy az oroszok elvitték a háborúba, ezért Gerő és a bátyám együtt mentek Párizsba, ahol az amerikaiaktól megkapták a híres 424-es mozdonyokat, ezekkel kezdett el újra a MÁV működni. Az amerikai mozdonyok jók voltak, sokáig szolgáltak meg. 1956-ban sem nyugszik, ott van a parlamentben. Jól ismeri még régről Vásárhelyit, Losoncit, Harasztit és a többieket. 56. október 31-én részt vesz a semlegességi nyilatkozat megfogalmazásában. Nota bene, benne is van az ENSZ jelentésben, csak elírják a női viadiknek, ugye így érdekes. Így van rajta a plakát. Ez az egyik első plakát, amelyet a forradalmi Budapesten október 23-án és 24-én sokszorosítva kiragasztatnak. Még 1946-ban apósa, Szentgyörgyi Albertnak mondja. Csak a személyes érvényesülésemért a hátsó kaput kimenni nem tudok. Ha elmegyek, a főkaput fogjuk hozzá kinyitni. 1956. december 6-án
legálisan elhagyja az országot, elmegy az olimpiai válogatottal síelni Zakopanéba, ahová meghívják a lengyel síelőt. Ezután Varsóban betér a svéd követségre, és miután egy darabig az illegális kommunista párt és Wallenberg összekötője volt, egy pár napig Wallenberg sofőrje is, így ismeri Perangert, a háború alatti svéd követség titkárát. A lengyelek felrakják Gdanskba egy svéd szénszállító hajóra mindennevű okmány nélkül, svédek azonnal befogadják, és 63-ban állampolgárságot kap. A hideg északon is megállja a helyét. Kutatómérnök nagy projektekben dolgozik. A Volvo autógyárral való együttműködéssel a svéd technológiát vezeti be Európába. Nemzetközi kongresszusokon, üzleti utakon vesz részt, a világ minden táján. És még egy könyv megírására is van ideje, saját története, No Man is No Man, üzenet a lesiklásból. Az 1956-os forradalom 25. évfordulójára Stockholmban jelenik meg magyar nyelven. Tartja a kapcsolatot a magyar emigráció neves képviselőivel, így többek között Kétli Annával is. A vele való vaskos levelezése elolvasható egy magyar folyóiratban. 1988. márciusában, csak nem két évtizedes szünet után kapja meg a magyar beutazási engedélyt. Ott van a magyar Raoul Wallenberg társaság születésénél. Még nyugdíjasként is tele a szakmai névjegye. Főtanácsoló, információs rendszerek, stratégiai menedzsment, marketing, szervezetfejlesztés a fő területei. Amikor 1995-ben meghal, kívánságának megfelelően a család nem tart a temetési szertartást. Egy baráti összejövetel keretében emlékeznek meg róla. Gyuri vagy lázasan aktív volt, vagy aludt, mondja róla egy régi barátja. Gyors és váratlan asszociációit csak kevesen tudják követni. Végakarátának megfelelően barátai és tisztelői a Normafánál, ahol először siel, szétszórják a hangait. 20 éve hagyott itt minket. Talán jó is, hogy nem érhette meg a legújabb történéseket. Egy olyan ember, aki határok közé, pláne a mai szöges dolgok közé nem szólítható. Köszönöm. Most megkérem a díjazottat, hogy lépjen elő, a Nagyvásár Miklós, és megkérem Donát Ferencet, társaságunk budapesti szervezetének elnökét, hogy nyújtsa át neki a Lipik György díjat. Ne lustálkodjon, mert te vagy az elnök, én csak alelnök vagyok. Én boldogan átadom, Gazi. Drága Gazi, lehetőséged van megszólalni, ha akar. De ha nem, akkor megkérlek Dalos György barátunkat, hogy méltasson. Csak két szót fogok mondani most, valóban, rövid beszédekre van szükség. Én látom azt, hogy akik itt vannak, azok nem éppen a többnyire nem a legelső ifjúságukban vannak. Ezért sokan azt gondolhatnák egy pillanatra, hogy itt az antifasiszta ellenállás, meg 56, meg komcsik, meg hasonlók, ez a múlt. Akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom, vannak-e olyan közül, akik emlékeznek arra a névre, hogy Manolis Glezos. Manolis Glezos, ugye ő tépte le a porokkeresztes zászlót Akropoliszról, és jelen pillanatban a Syriza európai képviselője, úgyhogy van a dolgok, amik folytatódnak, ez a történet sem ért véget, úgyhogy az, hogy itt sok ősz fejet látok, az véletlen. Kedves André, kedves barátaim, nekem azt hiszem kell a mikrofon, mert elég halk vagyok. Jó, hogy személyleg is kell már. Kedves barátaim,
Hadd kezdjem az elején, mint a népmesékben. Volt egyszer egy rendszer, és volt néki egy ellenzéke. Ez az ellenzék nem indult az egyébként mintaszerű rendszerességgel megtartott, bár némileg párthiányos országgyűlési választásokon, székháza se volt, központi lapja pedig átlag 3,5 havonta jelent meg, gyatra kivitelihez képest elég borsos, 60 forintos egységáron. Az ellenzék tevékenysége nagyjából a rendszer mindennapos bírálatában nyilvánult meg, amely egyúttal a hozzátartozó vagy vele rokon szenvezők stabil, rossz közérzetét is szinten tartotta. Népszerűsége nem terjedt ki a lakosság széles köreire, a felmérések szerint 0,01 és 0,02% között iratkozott. A rendszer olykor üzletbevételekkel, házkutatásokkal, publikációs és utazási tilalmakkal igyekezett korlátozni növekedését, de akkor már leginkább önmagával volt elfoglalva, és talán sejtette, hogy a csőttől adott esetben a kétharmadot torony magasan meghaladó többsége sem menti meg. Az ellenzék közben élte saját életét házi bulikon, repülőegyetemeken, SETA koncerteken, virtuális értelemben pedig a 19, 25, 31, 41 és 49, 49-es hullámhosszon. Egységesnek a legjobb akarattal sem lehet nevezni őket, voltak köztük 56-osok, Lukács tanítványok, balszéliek, konzervatívok, metodisták, reform és antikommunisták, egyébként sem mindenki evett a másik tenyeréből, de egy valami összetartotta őket. Elutasították az éra kedélyes lefolytottságát, az első és második tévéprogram, a kékfény és az önök kérték csalók a pluralizmusát, és ennyiben liberálosoknak is mondhatjuk őket, bár ez a fogalom megtévesztő, mert nem a világnézetet, hanem a szabad lélegzetvétel igényét jelentette. Különben, hadd beszéljek immár többes szám első személyben, paradicsommadarak voltunk, abban a világban például a kokáért azzal a rögeszménykel, hogy a határokat nem megváltoztatni, hanem megszüntetni, fölöslegessé tenni kell, vagy hogy a szociális igazságosságot diktatúra nélkül is lehet gyakorolni. Minden esetre bátrabban gondolkodtuk akkor, mint ahogyan beszéltünk, ma viszont merészetben beszélünk, mint ahogy gondolkodunk. Élénken él bennem az a pillanat, amikor Tamás Gazsi megjelent a mi értelmiségi beltenyészetünkben. Nem is megjelent, hanem betoppant. És hozta magával a kolozsvári magyar intelligencia világpolgárságát, amely az ottani szűkös körülmények dacára tágasabbnak, nyugatosabbnak tűnt a hazainál. Kornis Mihály lakásán találkoztunk, és én éppen egy hónapos nyugat-németországi turista utamról tartottam, 45-50 főnyi közönség előtt beszámolót, kitérve egyebek között az ottani baloldal bonyolult rétegződéseire. Megvallom, jól esett, hogy tátott szájjal hallgattak mindaddig, amíg Gazsi meg nem szólalt. Ő ugyanis kegyetlenül helyreigazította némely tárgyi tévedésemet, és szemlátomást otthonosabban mozgott a témában, mint én, noha Romániát nyugati irányban eladdig pillanatra sem tudhatta maga mögött. Nyomasztó ismeretanyaga nyilvánvalóan a romániai rezsim hermetikusnak szánt információs zárlatára reagált, de aki járt arra felé, azt is tudta, hogy a milyenkétől eltérő világképpen van dolga. Tamás Gazsi, Tóth Sanyi bácsi, Arabi Ocó, Balla Zsóf is ő, tegyük hozzá halálmegvető bátorsággal, még Szűcs Géza is másként írt, olvasott, gondolkodott, mint a pesti másként olvasó, másként író és másként gondolkodó. Gazsi például a korpályt a klasszikus anarchizmus híve volt, és engem is erre biztatott. De Góbé módra románoktól átvett franciás könnyedséggel elegyített ideológiát, ízlést és humort. Ezt tette később is, brit konzervatív vonzásokhoz igazodva sétapálcász parlamenti képviselőként, és ezt teszi ma is, amikor a 90-es évek elején édesbuson elbúcsúztatott baloldalnak hova tovább egyedüli közírója. A doktrínák és előszeretetek olykor ma is módosulnak nála egy-egy poén kedvéért kész bármely általa is képviselt nézetet elsöpörni, ám habitusa
idegrendszere szüntelenül radikálisan balra hozza. Nézeteit harciasan, olykor tanáros szigorral képviseli, soha meg nem feledkezve az ellenfél stilisztikai és nyelvtalan hopáinak kipécézéséről. Olyanra, hogy még én, mint régi jó barát is, szorolomba tévejegyek az amely és ami használata között, kétszer is meggondolom, hogy papírra vessem-e az egy névelő, és az azzal szócska helyett spontán módon abbal írok, mert valószínűnek vélem, hogy ha senki más, ő biztosan elolvassa, ízekre szedi gyarló szövegeket. No de, vissza a látszólag forrókásaként kerülgetendő baloldalisághoz. Itt többről és másról van szó, mint esmerendszerről, ami ugyanis valamikori közös álmunkból lett, annak megéléséhez manapság már-már fizikai bátorság, egzisztenciális kockázatvállalás szükségeltetik, olyasféle, még ha hétköznapig is, mint Ságvári Endréjéből, akinek nevét mostanában szorgos kezek távolítják el lakóházak és intézmények faláról, vagy Libik Györgyé, akinek emlékdíját most adtuk át Tamás Gáspár Miklósnak. Gratulálunk! Kedves barátaim! Tekintettel, hogy van némi baloldali bénánk, ha valakiban benne szorult a mondandó, akkor felajánlom, hogy jöjjön ide és mondja el. Szép sorjában. Mihály, gyere ide! Innen is el tudom mondani. Örülök, hogy hallottam azt az öt számot, amit én évtizedeken keresztül játszottam a lottón, már mint a 19, 25, 31, 41 és 49. Viszont nagyon be voltam szarva, elnézést, hogyha kihúzzák, akkor azt mondják, hogy honnan vettem én ezeket a számokat. Úgyhogy nem lehetett örülni a ötösnek. Volt? Nem nyertem. Milyen szerencse? Az volt. Gyere! Bocsánat, hogy még egyszer szólok, és nem is zászoltam. Egyet elfelejtettem a beszédem közben. Én egy asszonynak megígértem, hogy amíg lehetőségem van, addig harcolok a testvére nevéért. És Ságvári Ágnessel személyes nexusom volt, az iskola 40. fennállása 40. évfordulóján meghívtuk és eljött, és másnap elmentünk a zsinagógába, és ott ígértem neki, hogy ha lehet, és ameddig lehet, akkor küzdök a testvére nevéért, eddig lehet. Svéd professzor úr nem csábítható ide? De én is itt vagyok. Várjunk. Nem hallottam. Jó, túl lenne. Esetleg van. Időn a kérdésed meg, de nagyon nagy. Kedves Gazsi, ne rohanj el szokás szerint. Ne hagyj itt bennünket 5 percen belül, csak azért, mert már megkaptad a díjat. Még hozzá se jutottam, hogy gratuláljak neked. Majd tovább mondom, ha befejeztétek a magánbeszélgetést. Tehát szeretném egyik nagy tanítómesterünket, közös tanítómesterünket, Voltaire-t idézni. Egyáltalán nem értek vele a legtöbb dologban egyet, de az életemet adnám azért, hogy bármikor szabadon elmondhassa a véleményedet. Na, mi van? Hát nem szokott a társaság ennyire csöndes lenni. Senkinek nincsen semmi kicsit anarchista mondani valója? Ha,
Hát én úgy gondolom, hogy akkor talán be is fogok ezzel kezdeni, de aki szeretne itt maradni, még egy kicsit is beszélgetni, ez meg van itt beszélve, nyugodtan maradhatunk, nem kötelező a fogyasztás, de lehet rendelni. Én mindenkinek ajánlom, ha akartok vacsorázni, a Sperribet, ami szerintem itt a legjobb Közép-Európában. Kedves barátaim, ne felejtsük a menekülteket! Mindenkinek a lelkiismeretére bízom. Ölellek benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen! Ő is kapott.